volt már ugye Fehérváron is ilyen eseményünk lett a Mátraházán, aztán végül azért mesekválasztás Davasra, mert ugye a felnőtt válogatott kapcsán nagyon jó benyomás, jó tapasztalatok voltak, és akkor körülnéztünk, hogy lehetne megoldani Dabason, és nagyon megtettük a létesítmény is, ugye azért az nagy előny, hogy műfüves a pálya, főleg ilyenkor még hideg időben, úgyhogy végül is azért döntöttünk emellett, mert viszonylag azért Budapesthez közel van, én elég sok játékos fővárosi, meg az Edzői Gárdának egy része is fővárosi, hogy ilyen szempontból ez szerencsés volt, másrészt meg tényleg nagyon jó adottságokkal rendelkezik a város ilyen sport szempontból. Mint az a tábor, ugye az egy hosszú út, 2020-ban lesz Fehérváron egy egyetemi világbajnokság, és az egyetemi világbajnokságra építjük most a csapatot, és próbáljuk a korosztály folyamatosan edzőtáboroztatni. Ez ugye a 2020-as VB közeledésével egyre sűrűbbé válnak majd ezek az edzőtáborok. Sok csapatnál nincs is ilyenkor szervezett off-season edzés az időszakban ebben a másfél-két hónapban. Úgyhogy igen, azért az első nap az kicsit lassabban indult, vagy álmosabban, kicsit így tudom mondani, de nagyon hamar felpörögtek a srácok, mert hát azért hamar megértettük, hogy nincs idő arra, hogy elpozoroljuk az energiánkat, meg időnket, mert ki kell használni ezeket az edzőtáborokat. Nagyon tetszett nekünk a helyszín, úgyhogy mi szeretnénk visszatérni. Biztos, hogy Fehérvárra is megyünk, hiszen ott lesz a VB, és azért szerencsés lenne azért ott is minél többet edzeni, hogy kicsit hazai pályának érezzék a srácok. De nagyon jó volt a Vason, úgyhogy ha minden jól megy, akkor szerintem mi 2020